kötlérde? Mire jelöltek meg? Nyállal! Megnyálasztam az ujjamat, de úgy látszik megszáradt a falu. Papa, menj hátrébb és onnan nézd meg, hogy itt középen van-e. Ne vagy! Azt hisz ezen a kép egy lufbalon és a levegőben marad. Jó, tartsd egy kicsit! Egy kicsit jobbra! Még egy kicsit, még sok, vissza! Vissza, még balra! Sok, vissza egy kicsit! Most föl, még egy kicsit! Gyerünk már, mert leszakad a karom! Most jó, tartsod be a falat! Nem lehet, mert a ráma két oldal kíjebb áll! Mit csinálsz? Nincs itt egy ceruza! Itt van nálam a mellézsebemben! De te csikladd az elejtem a képen! Nézd meg az akomban! A külső szival zsebben! Megvan! Amikor én már itt a gyakorlatomat töltöttem az új színházban, és megkaptam Jézus szerepét a Csíksomlyói Passióban, én onnantól kezdve kezdtem el ezt számítani, ha egyáltalán ezt lehet számítani. Úgyhogy cirka másfél éve vagyok így igazából a pályán. Egy éve végeztem ugye az egyetemen, és hát ha ezt így lehet mondani, akkor tényleg el vagyok halmozva szerepekkel, és én ennek borzasztóan örülök, és nagyon hálás vagyok ezeknek a lehetőségeknek, mert ezek ráadásul komoly feladatok, olyan megmérettetések, amikben tetten érhető a saját magam számára a fejlődés, és hogy olyan minden egyes előadással a próba folyamat alatt olyan tapasztalatokhoz jutok, amik elengedhetetlenek, főleg így a pályakezdésem elején. A külön rendezőkkel dolgozok, mindegyik rendező egy külön iskola, és én azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, és nagyon örülök annak, hogy már így az elején, rögtön a pályám elején ilyen komoly és nagy feladatokhoz jutok. Tekintve, hogy naponta minimum 500-szor mondják ki a nevemet egy ilyen nagy üzemben, 500-szor 344, hát ezzel az időveszteséggel, munkaórára kiszámítva, 8 hónap alatt felépítek nektek egy egész üzemet. Nekünk? Neked megint előről. Képzelem, mekkora agyvérzést kapnál, ha csak egy betűt is kihagynának ebből a címből. Nem tagadom, az ember a környezetére darabja. Két rendezővel, a Nagy Viktorral a nagy színpadon dolgoztam. Nagy színpadi gesztusok, nagy színpadi eszköztár, ami ugye szükségeltetett, és a Nagy Viktor nagyon, nagyon szépen, hát így megtanította nekem, és kihozta belőlem azokat azt a rendszert, ahol egy nagy színpadon működni kell. És itt a Kamara Színházban ezen a kisebb színpadon viszont más eszközöket kell megmozgósítani. Valamilyen szinten hasonlóak és ugyanazok, de hogy sokkal inkább látszanak ugye a mimika, a rezdülések, az érzelmek, a tekintet, és a Csiszáli Imre pedig nagyon komolyan és nagyon, ő is nagyon mélyen elemzi és analizálja a szerepeket, a szereplőket és a saját érzelmi motivációjukat, ami nagyon-nagyon passzol a kis színpadhoz, és nagyon érzékletesen meg tud nyilvánulni egy-egy tekintetben vagy gesztusban, és a kapcsolatrendszereket nagyon mélyen építi föl, és nagyon sokat tanultam tőle is, rengeteget. Ez itt mind meglepetés! Na? Hogy szuperált a méltóságos cím? Rögtön, mindent mondok rögtön. Árpád, ne piszkáld! Így. Elmondok mindent sorjában. Először bementem a Váci utcába, a helyhez. Maga a tulajdonos jött elém, hajlongott és kezet csókolt, amit az előbb persze soha nem tett volna. És mit gondoltam, hogy köszöntött? Azt mondta, hogy kezit csókolom, méltóságos asszony! Na hát gyerekek, mit mondjam, mit tagadjam? Én éreztem, hogy átrendeződnek az arcvonásaim. Ezek így idejöttek, ezek meg így idő, és hirtelen egy roppant hideg és gőgös lélekben. Ez nem alaptalan, persze, teljes mértékben egyet tudok érteni azzal, aki ezt látja bennem, mivel én is ezt szeretem, és én is úgy működöm,
mármint a drámaibb szerepek állnak közelebb hozzám. És jobban is érzem magam a drámai szerepekben. Valahogy azt érzem, hogy hamarabb tudok kapcsolódni hozzájuk lelkileg, szellemileg, hát leginkább lelkileg és szellemileg persze. És a komédiás szerepekkel viszont feladatom van. És például a Fatornyokban is most olyan szempontból nehéz volt megszülni számomra ezt a figurát, mert Árpád, akit játszok, az egy 18 éves, nagyon fiatal srác, és felszabadult, tele van energiával, és hát felszabadultam, vidáman kell működni a színpadon. Ami ott van bennem is, csak nehezebben tudom kihozni magamból, sokkal nehezebben a színpadon. És ez nekem egy nagyon fontos feladat volt most a Fatornyok alatt, és én úgy érzem, hogy egyel közelebb is kerültem magamhoz ilyen szempontból. Tehát egy nagyon egy klassz önismeretet gyakoroltam, színpadi önismeretet. Na lássuk ezt a Müller féle számlát. 8 üveg fezgő. Oj! És csak ketten voltatok Sóti Lacival? Igen. Ja. Cigányok is ittak. Ez mi? Két bagoly elkészítve. Mi ez? Azok a kitömött madarak, amik a falon voltak. És? A Laci indítványozta, hogy célba lőjünk rájuk. Ti lövöldöztetek a kocsmában? Ja, dehogy is. Csak poharakat haigáltunk hozzájuk. A poharakat látom, azok föl vannak számítva. De miért pont a bagyokra? És mi ez, hogy elkészítve? Leestek a falról, és odaadtuk a pincéreknek, hogy csináljanak belőle cigánypörköltet. És? Megcsinálta? Igen. A nagybőgősnek az egyiket meg is kellett kóstolnia. Az én figurám abszolút ellenpontja annak a drámának, ami közben a családon belül zajlik, és én igazából nem is veszem észre, mindaddig ugye, amíg a végén döntéshelyzetben nem hoznak a szüleim, hogy most apámmal vagy anyámmal tartok. Addig, odáig, igen, a felszabadultság, a dorbézolás, igen, és hát persze, hát most érettségiztem le, itt van a nyár előttem, rengeteg barátom van, akikkel sokat találkozok, és igen, igen, most már elő-elő fordul, hogy kicsit spiccesebben jövünk haza a kelleténél, és ez nagyon klassz, igen, igen. És az ellenpontként hadsz a többiek drámájába valóban. De aztán a végén Árpád is megkapja a saját maga drámáját. Papa, kérlek, nagyon szégyellem a dolgot, bocsánatot kérek. Na, fel a fejjel, nincsen semmi baj. Az ember egyszer érettségizik, és utána rendesen kirúg a hámból. Megígéred, hogy többet nem fogsz ilyen szamárságot csinálni? Ha jól van, felejtsük el az egész dolgot! Gyá! Csirkefogó! Papa! Kérlek, add meg a 300 pengőmet! Micsoda? Légy szíves megadni a 300 pengőmet! Milyen 300 pengődet? Azt ígérted, ha leteszem az érettségit és jeles leszek, kapok tőled 300 pengőt! Kaptál egy aranyórát? Azt közösen vettétek a mamival. Milyen 300 pengőről beszélsz te? Mikor ígértem én azt neked? 4 évvel ezelőtt, amikor elvégeztem a 4. gimnáziumot. Azt ígérted. Az állatkertben voltunk, a Zebra ketrecnél vasárnap, július 3-án délután 5 órakor. Azt mondtad, pár esztendő és érettségizni fogsz. Ha jeles leszel, kapsz tőlem 300 pengőt, hogy valami szép utat tess. Kicsit az emlékező tehetségétnek. A nagypapa is ott volt. Jól van, nem kell, hogy hamis tanúkat hívj. Igazad van, emlékszem rá. De nem a Zebra ketrec előtt álltunk. A tejcsarnokban ültünk. Úgy van, stint. Rendben van, a 300 pengőt meg fogod kapni. De amikor bent vagyok a színpadon és alakítom éppen Árpádot, és mondjuk figyelem az Ottót, vagy az Esztert, igazából teljesen olyan energiákat kapok tőlük, amikkel megkönnyítik a helyzetemet, abszolút, mert olyan szándékokat és olyan tiszta, valóságos érzelmeket képviselnek,
és sugároznak felém, amiből én is föl tudom venni azt a ritmus, azt az energiát, és hát nem azt mondom, hogy könnyebben, de gördülékenyebben tudok én is tovább menni az én saját reakciómmal kapcsolatban, amiket hozzájuk intézek. Szóval, és emellett sokat tanulok tőlük. Na, megkaptad a vicces levelemet? De azt viccesnek nevezed, hogy pészkész az apától! Hogy le vagy sülve? De megnőttél, mióta nem láttalak. Megbízod? Te csak egy fél óra óta. Fél óra óta? Ezt majd elmondom előtt, te mesélj! Mikor jöttél meg Koblenzbe? Múlt héten Szerdán, na! Halljuk a beszámolót! Nagypapának óriási sikere volt a fiúknál, rengeteget rögtünk rajta, képzeld el. Az első táborhelyen versenyfutást rendeztünk, amiben a nagypapa is beszállt, és egy gomb lepattant a nagyjájába. És futás közben állandóan fogni a kellett. Meg kellett halni a nevetéstől. Nagyon édes pofa volt. Voltatok Öregfalun is. Ja igen. Megnéztem Öregfalut és a kertben a patakot. Megmértem annak a pataknak a mennyiségét, a víz mennyiségét, és arra jutottam, hogy... Várjál csak! Itt vannak a jegyzeteim. Nézd csak! Én azt hiszem, hogy ebből a patakból egy nagyszerű törpevízi erőművet lehetne csinálni. Nem utasd! Könyv nélkül is tudom. 20 évvel ezelőtt egyszer én is felmértem unalmamban. De, mutasd mégiscsak! Legalább ellenőrzöm a számításaidat. Ugye ez a dráma, ez a szülőföldtől való elszakadás témakörét taglalja, és járja körbe leginkább. És én ezzel abszolút tudok kapcsolódni, mert én is Falun születtem, Falun nőttem föl, Nyárlőrincen. És ott éltem a gyerekkoromat, 18 éves koromig is, és abszolút meghatároz a mai napig is az a korszak. Gyönyörű korszak volt, nagyon szerettem minden bújával, bajával együtt, és sokszor idézek föl emlékeket a szülőföldemmel kapcsolatban. A természethez való kötődésem is ott alakult ki, a Falun, ott a mezőkön, meg ott Alföldön. Én nagyon imádtam ott élni, és amióta elköltöztem otthonról, igen, sokszor megdobban a szívem a szülőföldem iránt, ahogyan a főszereplőknek is megdobban a szívük, édesanyámnak is és édesapámnak is, mármint az Eszternek és az Ottónak is a darabban. És abszolút tudok kapcsolódni ehhez az egész témához, elég mélyen. Eljött Temesség. Kemény dió volt. Az ügyvédtől jövök, a mostani tulajdonos ügyvédjétől. A pasas. Állandóan vacilál. Adja, nem adja! Adja, nem adja! Mondhatom, igazán az idegeimre vett 3 heti levelezés után. De aztán megegyeztetek! Végül aztán nagy nehezen kinyögte, hogy eladja! Mondhatom, igazán nagy önuralomra volt szüksége, hogy fel ne ordítsa körülbelül. Érdekes, hogy a vétel áll körül alig volt alkú. Én őszintén szólva arra számítottam, hogy sokkal magasabb árat kér. Ott mindjárt telefonon megállapodtunk a vételárban, úgy egyeztünk meg, hogy az illető idejön, aláírjuk a már előkészített szerződést, átadom neki a csekket. Türele! És mennyi volt a vételár? Viszonylag nem sok. Tekintve, hogy az a környék most igen nagy fejlődés előtt áll. Nagyobb iparművek létesülnek a környéken, egy új szálloda épül a közelben. Nem sok. Főleg ahhoz képest, hogy alig 20 kilométerre van Koblenztől. Jó, lehet, hogy megvan 25 kilométer, na de milyen prima autó, édes Istenem!